magyar fejlesztésű speciális gyorskameráról fogok beszélni, amelyet fűzős kísérleti berendezésekben használnak a forró plazma megfigyelésére, illetve esetünkben akár a berendezés védelmére is. A kamera tulajdonságairól röviden. Maga a kamera az egy 1,3 megapixeles 12 bites monokrom CMOS szenzorral működik, ami teljes felbontáson 400 Hz-es sebességgel tud képeket produkálni. Ez a gyors kamerák körében egy közepes kategória. Itt, ami igazán egyedivé teszi ezt a szenzort, nem destruktív kiolvasás, ami azt jelenti, hogy a szenzor bármely területén tudunk definiálni több úgynevezett ROID, amik aztán párhuzamosan futhatnak egymással, teljesen függetlenül az expozíciós ciklustól. Amint az alsó képeken láthatjuk, ez a kamerarendszer két részből áll. Itt bal oldalon ez a fekete cső, ez a kamerafej, vagy úgynevezett szenzormodul. Itt jobb oldalon látjuk az IPCU-t, ami az Image Processing and Control Unit rövidítése, és ez foglal helyet a PC-ben. Őket egy 10 gigabites optikai link köti össze. A rendszer felépítés az nagyjából így néz ki. Kezdeném a szenzormodul felől. A szenzormodul az csak egy nagyon minimális elektronikát tartalmaz, mert a fúziós kísérleti berendezésekben követelmény, hogy ellenálljanak a neutron sugárzásnak, illetve a nagyon erős mágneses tereknek. Ezért a szenzormodulban csak a szenzorvezérlés, az ADC-k vezérlése, néhány szenzor, mint például a hőmérséklet vagy orientációs szenzorvezérlések és maga kamerafej tápellátását biztosító power modul kapott helyet. A másik oldalon a PC-ben foglal a helyet egy Altera fejlesztő kártyában, egy FPGA-ban az IPCU, ami a 10 gigabites linken keresztül kapja a képeket. És az IPCU-ban található egy eseményfeldolgozó processzor, ami ezeket a képadatokat feldolgozza, és ezeken minimum, maximum, illetve átlag számításokat tud végezni, hogy ezekkel az eredményekkel mit kezd, azt majd a következő dián fogom elmagyarázni. Itt az IPCU egy másik külön vonalon a PCI Express buszon DMA-val a drivernek továbbítja a képadatokat, ami a User Memory Space-be másolja a képadatokat, innen az EDICAM API már készképeket tud kiolvasni, és azokat a user programnak átadni, és az élőben képes megjeleníteni, illetve egy másik szálon azokat ki tudja streamelni diskre. Itt érdekes megemlíteni, hogy itt a maximális adatráta az nagyjából 1 GB per másodperc, ezért itt két RAID 0-ba kötött SSD-t használunk a veszteségmentes adatkiíráshoz. És akkor most térjünk rá a kamera működésére. Itt ezen az ábrán egy fúziós kísérleti berendezés belsejét látjuk, ahogy egy EDICAM kamera ezt látni fogja. Itt fontos megemlíteni, hogy az ilyen fúziós kísérleti berendezésekben a plazma áramlásban nagyon gyorsan tudnak végbe menni a folyamatok, tehát ilyen 1 millisekundumos időskálát kell elképzelni. Ezért nagyon fontos a valós idejű képfeldolgozás és a beavatkozás, és ezért van szükség erre a gyors kamerára és az intelligens funkciójára gyakorlatilag. Itt akkor elmondanám, hogy most mit látunk. Itt, ahogy mondtam, a szenzoron bárhol tudunk definiálni úgynevezett ROI-kat, amik párhuzamosan tudnak futni. Itt látjuk, hogy például ez a fehér téglalap, ez egy teljes felbontáson 50 Hz-en futó kép, ami egy áttekintő képhez való, amit ki lehet rakni például a vezérlőterembe monitorozásra, és például itt ezen az alsó területen fut egy ilyen fura alakú ROI, amit az úgynevezett divertor élő monitorozására használható, és ami most jön, ez a két kicsi ROI, itt kapcsolódik be az intelligens része a dolognak, ugyanis ezeket a ROI-kat tudjuk úgy definiálni, hogy bemenetei legyenek az event processzornak, és azok, és az például, hogyha itt a falon, ezeken az úgynevezett limitereken felmegy a képintenzitás, akkor, és az átlép egy küszöb értéket, akkor az event processzor például aktiválni, deaktiválni tudja ezt a hosszú elnyúlt ROI-t, illetve triggereket tud küldeni másodikamoknak, és
akár más diagnosztikáknak is, a berendezés vezérlőjének is, hogy esetleg vészleállást hajtson végre, mert azt nem szeretnénk, hogy a vákumkamrában keringő 100 millió fokos plazma valami károsodást okozna a falban. És akkor még gyorsan, röviden mutatnék pár térképet. Itt Európában és Ázsiában láthatjuk azokat a városokat és húzós kísérleti berendezéseket, ahol jelenleg edikamok működnek, illetve tervezik edikamok működtetését. És hát ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Esetleg kérdés? Igen? Bocsánat, létszik. Igen, hát igen, ezt most úgy kell elképzelni, hogy ugye itt azon az optikai szálon, mintha az összes, tehát mint egy kamera, például 4 vagy 5 kameraként is funkcionál itt gyakorlatilag, és az optikai kábelen minden átjön, ami itt van, csak hát ami ugye kisebb, nagyobb frekvenciából van, az ugye gyakoribban átmegy az optikai szálon, de itt gyakorlatilag itt minden átmegy. Most sajnos nem tudtam hozni egy ilyen demo videót, de azon nagyon jól látszana, hogy például amíg 50 Hz-el fut ez a teljes képernyős videó, addig ezek a picik, ezek sokkal gyorsabban, és így folyamatosan világosodnak és sötétülnek el, pusztán azért, mert független a kiolvasás egyszerűen az expozíciós ciklustól. Mi az a Ridge? Ez a Region of Interest, ez ilyen érdekes terület, hát ez gyakorlatilag ezeket a területeket jelenti, de jelenti ezt a teljes felbontású nagy terület, ez gyakorlatilag azok a területek, amiket én definiálok előre a kamerában, amiket én szeretnék vizsgálni. Igen? És akkor ebből ti melyik részeket fejlesztettétek? Mindent. Tehát a kamerának a ROI kivágó... Igen, tehát ez teljesen magyar fejlesztés, nulláról egyedül, ugye a komercionális Altera fejlesztőkártya az, amit megvettünk gyakorlatilag, de minden más a saját fejlesztés. Firmware, driver, szoftver, minden. Maga a például a, ez a másik, ez a PCX, az egyszeres PCX slot-on csatlakozó 10 gigabites linkkártya is, a teljes kamerafejpanel, minden. Csak maga az alternatív fejlesztőkártya az, amit megvettünk gyakorlatilag. Meg a szenzor. Amit az Alterából használtunk, az az IP-kor gyakorlatilag. A többit az mind saját fejlesztés volt, ami fölötte van. Esetleg még egy? Igen? Futtatjátok már? Tehát ezt használják élesben? Igen, maga ez a kamera hardware egy korábbi firmware verzióval már használva volt, például Prágában a Kompassnál, Garhingban az Azdex Upgrade-nél és a K-Star-nál Dél-Koreában. Ez a koncepció, amiről most beszéltem, ez most gyakorlatilag tesztelés alatt áll, és év végére kell leszállítanunk egy 10 kamerás megfigyelő rendszert ide a VTX nevű Stellarátorhoz. Ez egy fúziós kísérleti berendezés típus, és ez a világ legnagyobb Stellarátorja, oda mi szállítjuk ezt a 10 kamerás videó megfigyelő rendszert, amihez én fejlesztem a vezérlő és megjelenítő szoftvereket. Az ITER-be mit visznek és mennyit? Az ITER-be is tervezünk edikamokat vinni, azt még nem tudjuk, hogy mennyit és mikor, mert az még azért kicsit odébb van, de... Már betonoznak. Már betonoznak, ez így van, most már... Tokamak alapja az már megvan, meg főépület, meg ilyenek, szóval haladnak, de az még későbbi tárgyalások kérdése lesz, hogy oda mennyit. Civil életben ezt már hát szívesen eladunk neked egyet egyébként. Megbeszélhetjük előadás után az anyagiakat. Egyébként
Tehát mivel ez egy, mivel mi nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen üzleti cég vagyunk, mi egy kutatóintézet vagyunk, tehát ezt mi magunknak fejlesztettük, persze, nyilván ugye el is adunk bele szívesen, nem arról van szó. De ez egy elég speciális kamera, de például atomerőműveknél ezt nyugodtan lehetne használni, mivel sugárzás állunk. De ugye a civil életben, hát most hirtelen nem tudnék. Mennyibe kerül? Az, hogy kéne. Hát azt nem én vagyok a sales manager, úgyhogy ezt nem tudom. Kábságrendileg. Hát most amit így, ilyen két millió, azt mondanám. Milyen szoftverekkel? Cserébe vagy? Tessék? Forint. Bocsánat, ezt elfelejtettem. Utolsó civil felhasználásos érzem, hogy szelfiztél már Dickenmel? Igen.